Szevasz, haver! Hello. Mi a helyzet? Ne is kérdezd, annyira szörnyű napom volt. Mi történt? Úgy kezdődött, mint egy normális reggel. Kiléptem az ajtón, és egyből beleléptem egy kutyaszarba. Egy néni odajött, és azt mondta, hogy fiatalember, örüljön neki, ez szerencsét hoz. Mire én? Aha. Beértem az iskolába, és a tanár egyből hozzám szólt, hogy Balázs, ugye nem felejtetted el a beadandót? Én, dehogy. Beültünk matek dolgozatot írni, és az egyik haverom elkezdett dobálni papírgalacsinnal. Amikor meguntam, megfordultam, és mutattam neki, hogy ne csinálja. Erre a tanár egyből, Balázs, elveszem a dolgozatodat, hogyha beszélgetsz. Ezután jött a tornaóra, ahol tornasorba kellett állni. Én még ásítottam egyet, erre a tanár rám üvöltött, hogy a fogor most ne nyitogassad a szádat, itt ne! Aztán hazaértem, és nagyon fáradt lettem. Semmi? Ja, bocs, elbambultam.